nagyon örültem a felkérésnek, mert ez már több éve pengedezik, hogy hát Tibi, lehet, hogy nem ártana, hogyha rendeznél egyet, van-e kedved? És ez mindig nehéz ügy, hogyha egy színészeti társulatból rendez, mert fönnáll a veszélye, hogy elromlik, vagy eltorzul kicsikét az a kollegiális, jól működő viszony, ami egyébként alkalmasint van. És azzal együtt bennem volt most már kedv. Elég jó érzés volt, és tényleg azt éreztem, hogy van bennem annyi ilyen szakmai felhalmozódás, hogy abból szívesen megpróbálkozok egy színdarabbal, és nem volt igazán tervem. Olyan van benne sok, ami arra szolgál, hogy ezt a furcsa, vegyes műfajú, nagyon sokféle irányba induló, sokféle minőséget hordozó színdarabot, ezt egyrészt egységesítse, másrészt a mi nézőink számára minél jókedvűbbé, és gyermeki játékörömet kiváltóvá tudja tenni. Olyan van benne, rengeteg van benne. Bőven elég dolgot adott az, ahhoz, hogy még ezen túlmenően azon törjem a fejem, hogy vajon valami csibészség belefér-e, de akaratom, és sőt, tudtamon kívül mégiscsak benne vagyok így az előadásban, mert mikor jönne a győző a pápa fotójával, az én vagyok. Oda montírozva valamilyen bíborosi vagy egyházfői vallást kellős közepében. Van, hogy a viszont Lévi kap egy sífot, hogy fújja meg, hogyha a hölgy szökni próbálna, de a szerző nem folytatta ezt a gondolatot. Én meg azt mondtam, hogy ha ma van egy csípja, akkor az legyen megfújva, tehát a fej, Kubás Gabi által játszott fej próbáljon meg elszökni, és akkor nézzük meg, hogy abból mi lesz. És ez lett belőle, tehát túl azon, hogy van egy ilyen cécó, és egyszer csak jöjjön vissza, és a hazám táncai tökére fejlesztve adom elő. Legyen egy ilyen. Ezen kívül van az egész előadásnak remélhetően egy ilyen több rétű működése, hogy részben paródia, hiszen ez egy krimi paródia, annak is van számba, részben rettentő abszolút fordulatok vannak benne, és ez pedig egy olyan szürrealitás, na ez a jó szó ide, olyan szürrealitás, egy olyan pillanatnyi, mit csinálnak ezek, élmény, ami ugyanakkor talán jópofa, és úgy még dob egyet a néző figyelmén.